Az a szerencsé, hogy ez az egyik kedvenc receptem a Trendrakó, az ecetes srác jegyzeteiből, ecetes srác jegyzeteiből, bocsánat, nem tudok beszélni, azért, mert ez az egyik legsokoldalúbb recept, úgy hívják, hogy hűtőillatosító torta, így néz ki, mindjárt el fogjuk készíteni, de használható a mosogató alá, a kukába, használható a fürdőszobába, a törölközők közé, sőt, rakhatod nyugodtan a szekrénybe, az ágynemű tartóba, mert elszívja a penészesedést okozó nedvességet, bocsánat, jó illatot kölcsönöz, és tényleg minden dohos szagot magába szív, még a kuka gusztustalan szagát is, ha nézzük meg, hogy mi kell hozzá, jövök. Szükséged lesz 4 evőkanál szódabikarbonára, egyébként ezt nem túl hangos, elmondom nektek, hogy mosom, aminál be tudjátok szerezni, nagyon jó, ilyen nagy kiszerelésben is tök olcsó. Szükség lesz hozzá egy valamilyen táraim, és műanyagedényt használok, és egy szilikon formára, most kicsiket fogunk készíteni, mert te hűtő, szóval te szemetes illatosítót szerettél volna, és a szemetesben nem fogunk betenni egy óriási nagy ilyen kis tortácskát, csak egy ilyen kicsi elég lesz, beteszed majd a szemetes alá, vagy oda, abba, ahol szekrényben, ahol tartod a szemetest, és jó is lesz. Na, csináljuk meg! Ennél a pontnál mehet bele 4-5 csepp illóolaj, de kevesebb is elég, ha ilyen herbis 100%-osat használ, ez hisz meg a trendrakó.com-on. Jó illata lesz majd egy evőkanálnyi víz, szóval csináljuk meg most ezt is együtt. Hogyha benne van az olaj és a víz, akkor nagyjából ilyen kicsit porózus állapotonak kell lenni, és akkor utána beletöltheted ebbe a kis szilikon formába. Az a lényeg, hogy minél jobban belenyomkod, és utána, hogyha van időd és mondjuk nem nyár van, akkor javaslom, hogy 2 órára tedd a sütőbe, de csak 70 fokon száríts ki 2 órán keresztül. Hogyha ilyen nagyon jó kis nyárés idő van, akkor mehet ki a napra, és pár órán belül teljesen kiszárad, és ki tudod szedni. Ezt meg fogom mutatni majd, hogy hogy néz ki. De hogyha nem szeretnéd emiatt bekapcsolni a sütőt, azt gondolod, hogy 2 óra azért az nagy pazarlás, akkor legalább egy 2 nap kell neki a konyhapulton, amíg megszilárdul, és utána pedig mehet a szemetesbe, mehet bárhova, ahol szeretnél egy kicsit illatosítani, szaktalanítani és fertőtlenítani, mert hát attól függ, milyen illóolajat használunk, képzeld el, hogy ez még a levegőt is képes fertőtleníteni, hogy szóval mindjárt jövök vissza, és megmutatom azt, hogy néznek ki, amikor kész vannak. Közben sikerült a felét elejtenem, de hát szaktalanítjuk a padlót, rosszat nem tesz meg felmosom. Na, kész is van, pár órája volt kint a napon, gyönyörű, szép lett, kiszerek nektek még egyet. Tökéletesek lettek, mehetnek a... Amit szaktalanítani akarunk, na puszi!